ide a Kalandparkba, hogy kötélpályát kipróbálhassák, illetve előtte túráztak, illetve hát az esti bulit egy ilyen főzőverseny előzi meg, és utána pedig este a buli ilyen szabadtérűbe. Szerintem megfelelő környezetet találtunk el egy ilyen erdőben, mert teljesen más a fényben, mint egy épületben, vagy akár a Lombardában, vagy ilyesmi. Ez egy ilyen különleges este nekünk a majdnem. Azért jók ezek a programok, mert így összehozza a gólyákat, nem csak a csapattársaikkal, hanem az egész évfolyammal, mert a csapatvezetők is a táborban ilyen programokkal készültek, és úgy gondoltuk, hogy még egy ilyen vizes program egészen jól kiegészíti a programukat. Az első AJK gólyatábor erdei vetélkedői vagytok most itt nálunk, és az erdei vetélkedő 6 állomáson zajlik. Minden állomáson különböző feladatokat kell megoldani a gólyáknak. Ezek között vannak csapatépítő és ilyen kisebb ivós jellegű feladatok. Szervusztok, Sanyi vagyok a Méri Pop Kids-ből, és az én üzenetem a következő: ne tanuljatok, inkább puskázzatok, mert a kettes bőven elég. Teljesen fölöslegesen harcoltak a négyesért, ötösért, igenis, elég a kettes. Puskázzatok, bulizzatok és éljetek, és ne legyetek ennyire parasztok, mint a kama. Meg vagyok holva. Inkább húzzatok oda. I don't think so.